Főértekezlet a katolikus óvoda indulásáról. Első kokaborra fióka a miskolci állatkertben. Megszállott birkózók Bekecsen. Köszöntöm a Globo televízió nézőit, Veres Réka vagyok. Szülőértekezletet tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában július 24-én. Arról tájékoztatták a szülőket és az érdeklődőket, hogy szeptemberben megnyílik a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda, amelynek működéséről részletes bemutatóval készültek. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda Szerencsen, ezért szülőértekezletet tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában július 24-én. Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója és Tarnóczi Erzsébet, az óvoda leendő vezetője mutatták be a létesítmény működésének tárgyi és személyfeltételeit, pedagógiai módszertanát, valamint jövőbeli elképzeléseiket. Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról. A kivitelezés folyamatáról a nézők már korábban betekintést nyerhettek, hiszen stábunk beszámolt róla. Ugyanakkor az intézmény szakmai tevékenységéről még nem kaptak információt azzal kapcsolatban, hogy mivel várják a szülőket és a gyerekeket. 4 csoportos óvodánk épül, ami 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Mellette még a Szegri Főegyházmegye érseke által megbízott leendő óvodavezető tartotta ezt a tájékoztatót, Tarnóczi Erzsébet, aki több évtizedes óvónői tapasztalattal rendelkezik, illetve vezető óvónőként is tevékenykedett. Közösen szedtük össze azokat a gondolatokat, amely a szülőket, az érdeklődő szülőket meggyőzi, illetve azokat a szülőket megerősíti, akik már minket választottak. Igyekeztünk őket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Az épületnek a műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése, illetve a szakhatóságoknak a helyszínre érkezése az a közelgő napokban várható, illetve utána még a működési engedély beszerzése az a feladat, ami előttünk áll. Jelenleg az óvoda kertje még épül, ahol az udvari térkőburkolat munkálatait végzik a szakemberek. Hamarosan megérkeznek a játékok az épület külterére és a termeibe is. Sokféle játékból választhatnak majd a kisgyerkőcök. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, hiszen nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a csemeték mindennapos fejlesztéséhez. Itt a legóasztaltól kezdve az interaktív tábláig, a sószobától kezdve a szerepjátékok széles tárházáig, a futóbiciklitől kezdve a rollerig, és még sorolhatnék nagyon sokat. Több játszóvár, több egyensúlyozó készlet az udvaron, célba dobó táblától kezdve, babaház, és nagyon sok minden. Miután úgy gondolom a működési engedélyt már megkapjuk. Időben nem kötelező, hogy ez utána legyen, de úgy gondolom az őszi időszakban célszerű az udvart növényekkel beültetni. Gyönyörű szép lesz, hiszen körülbelül 7-800 növény az, ami díszíteni fogja az udvarunkat és a gyerekeknek a környezettudatosságra nevelését még inkább biztosítani. Szakmai munka szempontjából tájékoztattuk a szülőket arról, hogy milyen szakembergárda az, aki rendelkezésükre áll, és ha már a leg
fontosabb kincsüket ránk bízzák, akkor mi ezeknek a gyerekeknek, hogy tudjuk a fejlesztését maximálisan biztosítani. Ehhez nem csak az óvónők és a dajkák állnak rendelkezésünkre, hanem lehetőségünk van pedagógiai asszisztens alkalmazására, illetve itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, illetve a gimnáziumban is olyan szakemberek segítsége áll rendelkezésünkre, akik között több gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus szakember is tudja segíteni azt, hogy a gyerekeket szűrjük, megfigyeljük, megtaláljuk azt, amire szükségük van, és nyilván a fő cél az az, hogy eljuttassuk őket oda, hogy minél felkészültebben érkezhessenek az iskolába, és minél több kompetenciájukat fejlesztük ahhoz, hogy az akadályokat könnyen tudják venni. Gasperné Tilman Edina véleménye szerint az óvónői gárda, illetve mindazok, akik a szűréseket és a fejlesztő foglalkozásokat fogják biztosítani, nagy segítséget nyújtanak majd a gyerekek fejlődésében. Az általános délelőtti programok és tevékenységek ugyanúgy működni fognak a katolikus óvodában, mint minden más óvodában. Azonban a létesítmény nagyon komoly egyházi kapcsolatrendszerrel kezdi meg a működését, ugyanis a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, a Szerencsi Római Katolikus Egyházközség, az Egri Főegyházmegye és intézmény, valamint a Katolikus Pedagógiai Intézet fogja segíteni a keresztény kultúrkör megismertetését. Gasperné Tilman Edina azt is elmondta, hogy milyen irányelvű pedagógiai módszertan szeretnének alkalmazni a gyerekek fejlődése érdekében. A személyi feltételek szerint a csoportokat két fő óvónő és egy fő dajka vezeti majd, akik munkáját támogatni fogja logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógiai asszisztens és technikai dolgozók. Lényegre törő szempontként tekintenek arra, hogy előtérbe kerüljön a mozgáskultúra, a logikai gondolkodás, a művészeti oktatás, sőt mi több, az idegen nyelvek elsajátítása már egészen pici gyerekkortól. Az óvodai nevelés három alappillére a testi, lelki és az értelmi nevelés mellett az intézmény alapvető célként tűzte ki, hogy a keresztény értékrendet közvetítse a kislurkok felé. Mindemellett nagyon fontos, hogy táblagépen vagy sakjátszó téren játszanak, vagy különböző hangszereket vegyenek a kezükbe, mint a xilofont vagy a furuját, valamint különböző táborokban vegyenek részt, mint mese, úszó, illetve angol nyelvi táborokban. Ezeken kívül a pedagógusok megpróbálják közelhozni az olvasást a gyerekek számára. Ezt úgy szeretnék megvalósítani, hogy elviszik őket a helyi Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárba, ahol megmutatják nekik, hogy hogyan lehet beiratkozni, illetve milyen fajta könyveket olvashatnak. A környezettudatosság szemléletét is igyekeznek majd elsajátítani velük. Az óvoda elhelyezkedése kiváló kirándulási helyszíneket biztosít a csemetéknek, hiszen sok környékbeli nevezetességhez tudnak ellátogatni. Az intézmény nevelői ezzel is megpróbálnának arra törekedni, hogy szélesítsék a gyerkőcök látókörét, és megismerkedjenek az őket körülvevő világgal. Majd a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum vezetője újra kihangsúlyozta, hogy a keresztény értékeket szeretnék elmélyíteni a kicsik hétköznapjaiban. A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum és Óvoda szeretettel várja azokat a szülőket, akik a gyermekeiket az óvoda pedagógusaira és nevelőire szeretnék bízni. Az intézmény gárdája biztosítani fog minden olyan szükséges feltételt, amelyek segítségül szolgálnak a gyerekek testi, lelki és értelmi fejlődésében. Kikelt a Miskolci Állatkert első kokabórája. A szaporodás érdekében különleges eljárást vetettek be az állatkert gondozói annak érdekében, hogy tovább bővüljön az egykori vadaspark természetes élővilága. A Bükki Nemzeti Parkban található Miskolci Állatkertben 2011 óta találkozhatnak a látogatók Ausztrália őshonos madarával, a kokabúrrával. Azonban a gondozóknak idén először sikerül szaporítaniuk ezt a madárfajt a szárnyas kedvelők nagy örömére. Ezért több mint egy évtized után újra kedvező sikereknek örvend a Miskolci Állatkert. A kokabúra, vagy magyar nevén kacagó Jancsi, Ausztrália egyik legjellegzetesebb madara. A hangja kifejezetten jellegzetes, ugye innen kapta a magyar nevét is a kacagó Jancsit, hiszen egy emberi kacagásra emlékeztető hangja van. A hazai jégmadárnak a nagy testű rokonai egyébként, úgyhogy éppen ezért halakkal, illetve hát ők minden más egyéb olyan kis állattal táplálkoznak, amit el tudnak fogyasztani, rágcsálókat, gyíkokat, rovarokat is fogyasztanak.
Mondjuk a természetben párban élnek, illetve kisebb családokban, hiszen a idősebb kölykök gyakran besegítenek a fiatalabbaknak a nevelésébe a szülőknek. A szülők viszont a fészeképítésre nagyon nem bajlódnak, általában keresnek egy megfelelő üreget egy fában, és különösebben fészekanyagot nem hordanak, hanem egyszerűen csak a nősnő oda tolja a tojásait, és kelti ki felváltva a hímmel az utódokat. Itt az állatkertünkben is ez megfigyelhető volt, hogy elsősorban, amikor a tojó kijött táplálkozni a hím, akkor repült be a helyére, és váltotta föl a tojáson. Úgyhogy körülbelül egy 30 nap alatt kelt ki a fióka, majd amikor elmúlt 40 napos, akkor utána már kirepült, úgyhogy már most kint látható a felnőttekkel együtt örökdében. Ja, több mint egy évtizedet tartjuk a fajt, viszont szaporulat eddig korábban nem volt. Amikor párban voltak a madarak, akkor sem. Volt, amikor például két tojót tartottunk, akkor nyilván nem is volt várható. Viszont a tavalyi évben a brunói állatkertből sikerült egy fiatal hímet hozni a nálunk lévő tojó mellé, és szerencsére most sikerrel is járt a szaporításuk. A látogatók különösen, amikor éppen a jellegzetes kacagó hangjukat adják, akkor kifejezetten szeretik a kokabúrákat. Ugye nyilván maga a kacagó Jancsi név is azért a magyar köznyelvben egy elterjedt név, úgyhogy így sokan rácsodálkoznak, hogy mégis milyen madarat takar ez a név. Egyelőre még marad a Miskolci állatkertben, a természetben is sokszor a fiókák besegítenek a következő évi fészekainak a felnevelésébe, úgyhogy várhatóan ő ezt meg fogja várni itt nálunk, és azt követően fog majd másik állatkertbe kerülni, hogy ott saját családot alapítasson. Az állatkert 5 kontinens közel 120 állatfajának több mint 800 egyedét mutatja be az ide érkező turistáknak különleges erdei környezetben. Továbbá életre kelti a Kárpát-medence természetes növény- és állatvilágát. Ugyanakkor a fák között sétálva egzotikus fajokkal is találkozhatnak a szemlélődők, mint a már említett madárral. Az állatkert első kokabúra fiókája mintegy 43 napos korában kirepült odújából, így most már az érdeklődők is láthatják őt. Mindemellett magas lessel és számos programmal várják a családokat, óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportokat, tehát mindenkit, hiszen a természet lágyölén kortól függetlenül egyaránt jól érezhetik magukat. Az állat és növény barátok így tudnak igazán kikapcsolódni szabad idejükben. A Miskolci állatkert munkatársai abban bíznak, hogy sok érdeklődő lesz kíváncsi a kokabúra madárra, legfőképp a mosolyra és jókedvre derítő csilingelő hangjára. Ezért azt remélik a dolgozók, hogy még több embert fog vonzani az állatkert, ahol nyugodtan ellazulhat mindenki ebben a varázslatos és zöld környezetben. A Bekecsi Birkózó Klub ismét birkózó tábor szervezett a Bekecsi Sportcsarnokban július 15-e és 19-e között. A napközis programban sokféle birkózó technikát sajátíthattak el az erőtől duzzadó kis tanítványok. Hagyományszerűen idén 5. alkalommal szervezte meg a Bekecsi Birkózó Klub edzőtáborát a Bekecsi Sportcsarnokban július 15 és 19-e között. A szünidei programban 7-től 12 éves korosztály vett részt, akik javarészt helyiek voltak, de érkeztek a környékbéli településekről is, mint Szerencsről, Legyesbényéről, Mezőzomborról, valamint volt egy-két miskolci vendégjátékos, akik a DVTK Sportegyesületet erősítették. A napközis tábort Repka Attila olimpiai bajnok vezetésével és a megyaszói Harangodma Kft. Támogatásával valósították meg a teherbíró csemeték nagy örömére. Az öntudatos apróságok nagyon felkészülten érkeztek a helyszínre. Magukkal hozták a sportfelszerelésüket, továbbá minden erejüket, amelyek elengedhetetlenek voltak a hosszú és trapabíró edzések során. Hú, hát ez már az 5. alkalom a napközis táborunknak, úgyhogy már egész mély hagyományai vannak. Hát itt inkább javarészt a diák korcsoport, tehát a gyermek és diák korcsoportos versenyzők vesznek részt. Most már az idei szezonban a magyar bajnokságok lementek, egész szép eredménye, mert a Bekecsi Birkózó Klub versenyzői 8 érmet nyertek, közte 2 aranyat is, és most jönnek majd a ősszel a diák olimpiák, hát remélem hasonló, vagy inkább nagyobb sikerekkel veszük az akadályt. Hát ezek azért jól nevelt gyerekek, régen járnak hozzánk, napi szinten találkozunk velük, úgyhogy nincsen semmilyenféle probléma velük.
nagyon normálisan és komolyan veszik az egészet. 40 versenyző vesz részt, javarészt bekecsiek. Technikai elemek csiszolásával, hát és nyilvánvaló azért egy nyári tábor az egy játék nélkül nem telhet el. Gyakorlatilag reggel 8-tól délután 4-ig nem pihennek egy percet se. Úgyhogy olyanok, mint a Duracell Nyuszi, nagyon-nagyon jól dolgoznak, és köszönjük a szponzorunknak, a Harangodma Kft-nek, a tulajdonosának, Sárosi Ferencnek, hogy hatatos segítségével támogatja immáron 13 éve a Bekecsi Birkozó Klubot. A mostani edzőtáborunk egyhetes ciklusban zajlik. A táborzárást azt most a hagyományoktól eltérően a szülős közös főzéssel fogjuk befejezni, egy csapatépítés, ami itt azért annyira nem is nagyon szükséges, mert itt a szülők nagyon maximálisan támogatnak minket, de azért nem fejeződik be ezzel a nyár, még megyünk egy bentalvásos táborra augusztus közepén, úgyhogy a gyerekek még folytatják tovább a felkészülést. A gyerekek itt nagyon ügyesek, azt kell mondanom, olyan felméréseket is végzünk, hihetetlen teljesítményeket nyújtanak. Én nagyon bízom benne, hogy lesz köztük élversenyző, de a fő célunk az, hogy egészséges, normális gyermekeket neveljünk. Az ifjú harcosok nem akárkiktől sajátíthatták el a különböző gyakorlatokat, mint Repka Attila tanítványaitól, Szabó Máté és Bacsó Alex többszörös országos birkózó bajnokoktól. A szívós gyerkőcök megtanulhattak többféle fogást, kötést és dobást az 5 nap alatt. Minden nap 2 tréninget tartottak, viszont az elszánt kis lurkók nagyon komolyan vették a megpróbáltatásokat. A kisdiákok elmondták, hogy miért kezdtek el birkózni. Úgy érezték, hogy ki akartak próbálni valamilyen testmozgást az iskolai tanulmányaik mellett, illetve olyan közösségbe szerettek volna járni, ahol a közös érdeklődési körüknek megfelelően hasonló barátokat szerezhetnek. Morvai Zsombor birkózó kiemelte, hogy szintén ezért vágott bele ebbe a sportágba, aki azóta már említésre méltó eredményeket szerzett. Azt gondoltam, hogy a birkózásban több gyerek el is tudok birkózni, megtalálkozni, és több mindent is megismerek. Milyen eredményeket értél el eddig? Hát eddig, eddig még arany, hát mindenféle érmem volt eddig. Sárospatakon volt, ott pedig első helyezést értem el. Apukám egyszer szabadidőn volt, és elhozott fel ide a birkózásba. Hogy érzed itt magad? Hát jó itt, mert hogy vannak most már sok barátot is megismertem. Már Diós Győrből is ismerek, meg Bekecsről is. Miket tanulhatsz? Hát ilyen fogásokat, lentről dobásokat, vagy fentről dobásokat. Ebben a nehéz küzdősportban nem csak a férfi nem, hanem a női nem ugyanúgy képviselteti magát. A kislányok közt is találunk olyan versenyzőt, aki kiváló helyezéseket ért el hazai bajnokságokon. Szerettem volna sportolni, mert kellett, meg szerettem volna több barátot. Milyen eredményeket értél el eddig a birkózásban? Hát mindig dobogós helyen vagyok, jók az eredmények, és hát jók. Az éven a magyar bajnokságot magyar bajnok lettem, ennek nagyon örültem. Mik a további céljaid, hova szeretnél még eljutni? Hát szeretnék kimenni az olimpiára, ha sikerülne, úgyhogy hát azt szeretném elérni. Miért jöttél el ide a táborba? Hát tavaly is voltam, és nagyon tetszett, meg ez is tetszik, és szeretem. Miket tanulhatsz? Hát a csomó fogásokat, vannak fogások, ugye, meg van ugye egy csomó fogás, és akkor azokat lehet itt. Az oktatók szigorúan és következetesen léptek fel az edzések alatt, amelyet mindenki határozottan látott és érzékelt. Ugyanakkor muszáj volt alkalmazni ezt a magatartási formát az ifjonc birkózók sikeres pályafutások érdekében, hiszen szorgalmas és kemény munka nélkül képtelenség jó teljesítmény nyújtani a versenyeken.
Ennek ellenére a gyerekek szűni nem akaró elszántsággal és kitartással vették az akadályokat. Azért voltak ennyire céltudatosak, mert folyamatosan egy cél lebegett a szemük előtt. Minden álmuk az, hogy elinduljanak a különféle próbatételeken, ahol majd felkerülnek a dobogó valamelyik fokára, de legfőképp a csúcsára. A Bekecsi Birkózó Klub abban bízik, hogy a fiatal sportolók közül számos élversenyzőt nevelnek ki országos és nemzetközi versenyekre, valamint olimpiai bajnokságra. Azonban elsődleges nézőpontjuk, hogy egészséges, sportszerető felnőttek váljanak az egyesület növendékeiből. A Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint hétfőn sok napsütésre számíthatunk, általában kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimum hőmérséklet 14-23, a maximum 27-33 fok között várható. Másnap derült, napos, száraz időre van kilátás, inkább csak keleten lehet kevés gomoly felhő. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 11-19 fokról 27 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán nagyrészt derült, illetve gyengén felhős, napos, száraz időben lesz részünk. Az északi a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 12-20, a délutáni órákban 28-34 fok között várható. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb augusztus 4-én jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!